a Standard & Poor's hitelminősítő két fokozattal BBB-ra minősítette a spanyol adósbesorolást, mely mindössze egy fokozattal van a Bovli kategóriától. A hitelminősítő kiemelte, hogy egyre nő a feszültség a tartományi kormányzatok és a spanyol központi kormányzat között, ami egyre inkább megnehezíti a válságkezelést. Az S&P Magyarországot is figyelmeztette, hogy ha nem lesz IMF megállapodás, akkor nagyobb valószínűsége lehet további leminősítésnek, holott a magyar adósbesorolás már így is a spekulatív kategóriába tartozik. Orbán Viktor ma Angela Merkel német kancellárral tárgyal, amelyen fontos események hangozhatnak el. De a mai napnak még fontos eseménye, hogy 9 órakor publikálja a KSH a hazai inflációs adatot, mely 6,4% lehet a mi várakozásunk szerint, és egyben ez lehet az idei legmagasabb inflációs adat, innen már csökkenésre számítunk.